átadó Bodra keresztúron. Hivatalos sofőröket ellenőriztek. Az alázat elengedhetetlen a birkózók számára. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit, Zöld Janikó Noémi vagyok. Szociális házat és gólyavédelmi központot adtak át Bodrakeresztúron május 7-én. Mindkét beruházás nagyban hozzájárul a település fejlődéséhez is. A szociális házát adó Bodrakeresztúron a Magyar Falu program keretein belül valósulhatott meg, 12 millió forintból. Zöldi Bernadett az átadó alkalmával köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy 2019-ben fogalmazódott meg az a gondolat a Bodrakeresztúr jövőjéért egyesület részéről, amelyet Kovács Gyula elnök úr vezet, hogy létrehozzák az egyesületet. Céljai között szerepel az összefogás és a segítségnyújtás hangsúlyozása a településen, emelte ki Zöldi Bernadett. Gondolatait folytatva hozzátette, hogy 2021-ben sikerült pályázniuk az ingatlan megvételére, a Magyar Falu program keretein belül. Az ingatlan felújításra szorult, és a következő évben szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően kapott egy támogatást, amelyet a helyi vállalkozók támogatásával egészítették ki, és újították fel az épületet. Emelte ki Zöldi Bernadett. A kezdetekről indulnék. 2019-ben megfogalmazódott a Bodrakeresztúr jövőjért egyesület elnökében, Kovács Gyulában és a tagjaiban, hogy hozzanak létre egy alapítványt, aki segíteni tud a rászorulóknak, illetve hozzájárulni minden olyan szociális ügyhöz, amihez csak tud. És létrehozták az alapítványt 2019-ben, és mi szerettünk volna egy saját ingatlant. A Magyar Falu program keretében 2021-ben lehetőségünk volt pályázni, és 2022. januárjában meg is tudtuk vásárolni a támogatással ezt az ingatlan, de tudtuk, hogy felújításra szorul, ezért a következő évben szintén pályáztunk a Magyar Falu programban ingatlan felújításra, sikerült is nyernünk 6.996.000 forintot, és ebből, illetve más vállalkozók támogatásából sikerült ezt a gyönyörű házat így felújítani. Köszönjük szépen mindenkinek, a magyar kormánynak, dr. Kont Zsófia képviselőasszonynak a támogatását, a helyi vállalkozók támogatását, és mindenkinek a támogatását, aki részt vett ebben a gyönyörű ház létrehozásában. Igazából mi most első körben minden pénteken szeretnénk egy tál meleg étellel szolgálni azoknak, akik rászorulnak, és bízunk benne, hogy kialakul majd, hogy mivel is tudnánk még jobban segíteni a rászorulókat. Gondolok itt például a ruhaosztásra, vagy élelmiszer csomagosztásra, bármiben, amiben tudunk segíteni, fogjuk a rászorulókat. Nagyon sok mindent kellett megújítani a házon. Itt nyilászárók cseréje, a villanyvezetékek cseréje is megújult, akkor a tetőszerkezet felújításra szorult, úgy cserepeket is kaptunk támogatók jó voltából, illetve benti festések, fürdőszobát kellett kialakítanunk, külső színezés, itt a tereprendezés az udvaron, tehát egy része készen van már, aztán még a többit még folytatjuk a továbbiakban, ahogy lehetőségünk adódik. Mindenféleképpen szeretnénk még itt az udvart rendbe tenni, kicsit parkosítani, illetve bent is még szeretnénk fejleszteni a benti berendezéseket. Ezt követően a település polgármestere Rozgonyi István köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az első szó a köszöneti, hiszen emlékszik, mikor képviselőasszonynak elmondták, hogy milyen tervük van, akkor Kont Zsófia támogatta őket. Szerettek volna egy olyan építményt, ahol segíthetnek, és mindenki segíthet benne, hangsúlyozta a település vezetője. Gondolatait folytatva hozzátette, hogy mikor a helyi vállalkozásokat keresték meg, mindenki tárt karokkal fogadta az ötletet, és segítettek.
Nélkülük nem sikerült volna, hangsúlyozta Rozgonyi István. Az a legfontosabb, hogy amikor valaki bajba kerül, és egy tányér ételre lenne szüksége, azt ezen a helyen meg fogja kapni, emelte ki a polgármester. A település vezetője úgy véli, hogy az ő feladatuk közé tartozik az is, hogy tudjanak segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. Kondzs Zsófia, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is szeretettel köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi gondolatait folytatva kiemelte, hogy térségünkben sok-sok ikonikus alak van, akikben bele tudunk kapaszkodni. Úgy véli, Ferenc pápa látogatása során is sokszor esett szó egy ilyen ikonikus személyről, ő pedig Szent Erzsébet, aki mindössze 24 évet élt, emelte ki a miniszterhelyettes. A keresztúri segítőház átadása alkalmával felidézte a település vezető megkeresését, hogy segítő céllal szeretnének létrehozni egy ilyen helyet. Szent Erzsébet élete tényleg egy példa, hiszen olyan nyomot hagyott az utókornak, amelyből építkezhetnek. Szent Erzsébet élete során a betegeket ápolta, és kórházakat építetett, és amilyen volt, azt odaadta azoknak, akiknek szüksége volt rá. Emelte ki Kondzs Zsófia. Gondolatait folytatva kiemelte, hogy a Magyar Falu program célja, hogy az 5000 fő alatti településeken közösséget építsenek, és ez a programnak egy zászlós hajója lehet, hiszen ezáltal közösséget építik, és egy jó ügyet szolgálnak, hangsúlyozta a térség képviselője. Ezt követően Zöldi Bernadett, Kondzs Zsófia és Rozgonyi István a szallag átvágásával hivatalosan is átadta az épületet a településen élők számára. Az átadó végén az egyházak képviselői megáldották az intézményt. A program folytatásaként a jelenlévők átvonultak a Gólyavédelmi Központba, amelyet szintén ünnepélyes keretek között nyitottak meg. Az ötlet az a Petrovics Zoli, és nagyon, nagyon sokszor elhangzott ma Zolinak a neve. Ez egy nagyon, nagyon jó, és egy tényleg egy, ugye mostanában kicsit úgy elcsépelt szó lett, hogy összefogás, és akkor fogjunk össze. De tényleg itt, ami megvalósult, az Bodrogkeresztúr község önkormányzata, aki adta ezt a csodálatos helyszínt, a Zöldkör, aki az egésznek úgymond a think tankje, ha lehet ilyet fogalmazni, és Petrovics Zoli, Bodrogkeresztúri lakos, aki az egésznek az ötlet gazdája, és mi hárman így leültünk egy asztalhoz, ezelőtt másfél-két évvel, és megfogalmazott bennünk azt, hogy akkor mit lehetne kezdeni ezzel az akkor még úgymond turisztika központtal. Ugye előtte itt az Aggteleki Nemzeti Parknak volt itt az irodája, és itt volt ez az ingatlan üresen, és leültünk hárman, és elkezdtünk megfogalmazódni, és gyakorlatilag innen jött az ötlet Zoli részéről, ugye ő mindig a gólyáknak volt a nagy eszméje, hogy na akkor a gólya is Bodrogkeresztúr, és ezt minden három, amikor az asztalnál, akkor ez úgy egy közös metszetbe került, hogy akkor itt ezt meg fogjuk valósítani, és amit az önkormányzat lehet, az önkormányzat segített, amit a Zöldkör, azt a Zöldkör tette hozzá, és a legfontosabb dolog ugye mindig maga az ötlet, hiszen ha van egy ötlet, ami jó, akkor már könnyű úgymond mögé állni egy önkormányzatnak, és mi itt cselekedtünk, ezt tettük. Mi mindig óvjuk és védjük a gólyákat. Ugye azt szokták mondani, ugye, hogy Bodrogkeresztúr a gólyáknak a fővárosa, és ez tényleg így van, hisz az a térkép is, ugye, ami itt fogalmazódik meg mögöttem, és itt ugye lehet látni Bodrogkeresztúrnak, hogy hány darab gólyafészek van a településen. Ugye elmondhatjuk, hogy az egy négyzetméterre, vagy a lakosság szám kontra gólyáknak a számának az aránya azért hihetetlen milyen magas, talán azt hiszem az első, pont most mennek a gólyafészek számlálások, hány költés, hány gólya költ, tehát ez még egy mozgó szám, úgymond egész Magyarországon, de az elmondható, hogy Bodrogkeresztúr a gólyáknak a fővárosa, és tényleg mikor ezelőtt még 20-30 évvel ugye átok volt egy gólya a tetőn, most már kialakult, hál' Istennek az a szellemiség itt a településünkön, hogyha gólyafészek van, akkor állványt csináltatunk alá. Ebben nagyon nagy partnerünk, hál' Istennek. Most mondok egy élő példát, például a Füleki Pincészet, akinek van egy külön önálló bora, egy száraz fúr, mint és egy édes fúr, egy kései szüret, ami Fülöpa különc névre hallgat, ugye. A Bodrogkeresztúri Ővét Egyesület, ugye, ami a Fülöpről, a gólyáról nevezte el, ugye, a futóversenyét. Tehát lehet azt mondani, hogy Bodrogkeresztúrban 10-ből 9 gondolat a gólyák körül forog. Jelenállás szerint most péntek, szombat, vasárnapi nyitvatartással, de tényleg mindenkinek azt mondom, hogy jöjjön el, mert amikor megkérdezték tőlem, hogy és mi ez a gólyavédelmi központ, én se tudtam megmondani, hogy ez most kiállítás, játszóház, vagy valahol a kettőnek a küvéje, ha már az előbb a Fülöpa Különc borról volt szó. Én azt javaslom, vagy arra kérem a pedagógusokat, hogy hozzák el ide a gyerekeket előzetes bejelentkezés alapján, Tokajból, Szerencsről, Sátraújhelyről, Sárospataktól, jöjjenek el a gyerekek, nézzék meg, hívjanak fel minket telefonon. Ez tényleg egy olyan csoda, amit körülöttünk van, olyan ötletes dolgok vannak itt, hogy tényleg most sem tudom elönteni, hogy kiállítótér, vagy játszóház a gyerekeknek.
A résztvevők egy interaktív kiállítást tekinthettek meg. A megjelentek között ott volt Dr. Kon Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, energiaügyi miniszterhelyettes, valamint Rozgonyi István Bodrogkeresztúr polgármestere. A résztvevőket Petrovics Zoltán helyi ornitológus, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóságának korábbi természetvédelmi őre kísérte. Dr. Kon Zsófia elárulta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több emberhez közelebb tudják vinni a természetet és az élővilágot. Erre remek példa a Gólyavédelmi Központ is. Az a helyzet, hogy amikor a helyiek elmondták, hogy mit szeretnének, és tényleg azt láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, akkor arra gondoltam, hogy hát fantasztikus lenne ezt végigcsinálni, de ugye két ütemben sikerült. Először ugye az ingatlant kellett megvásárolni, és utána azt pedig alkalmassá kellett tenni arra, hogy majd fogadni tudjon vendégeket, vagy odaérkezőket. A segítőháza nevében is benne van az, hogy gyakorlatilag olyanoknak akar segíteni, akik esetleg bajban vannak, vagy közösségre vágynak. Itt az átadás során elhangzott Szent Erzsébetnek a neve, szerintem ő tényleg egy példaértékű karakter, és egyébként a Ferencpápa látogatásakor is nagyon-nagyon sokszor felmerült az ő neve. Úgyhogy szerintem időzítésben is ez egy jó üzenet, hogy egy ilyen segítőházat most át tudtunk közösen adni. Tényleg azt kívánom, hogy a helyi közösség tudja majd tartalommal megtölteni. Azt hallottam terveket, úgyhogy bízom benne, hogy ezek nagyon-nagyon jól fognak sikerülni. És igazából a másik dolog, hogy a Magyar Falu program keretében sikerült ezt a házat kialakítani. Egyébként egy gyönyörű helyen van. A Magyar Falu program az 5000 fő alatti településeket támogatja, és szerintem az egyik fontos üzenete, azon kívül, hogy persze infrastruktúrát javítunk, utakat, járdákat, hogy közösségeket építsünk. Úgyhogy szerintem ez a Magyar Falu programon belül egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Azt gondolom, hogy Bodrogkeresztúron az elmúlt időszakban hihetetlen fejlesztések valósultak meg, akár ha a főutcára gondolunk, vagy a kábeleknek, a légkábeleknek a föld alá helyezésére, az, hogy egy vízi központot igyekszünk kialakítani, az, hogy tornaterem épült, az iskolát újítjuk, ezek mind nagyon-nagyon fontos fejlesztések, és azt gondolom, hogy erre a jövőben is szükség van. Úgyhogy ilyen jó kezdeményezéseket az ember mindig örömmel támogat. A Gólyavédelmi Központtól most vagyunk, szerintem ez egy hihetetlenül jó kezdeményezés. Nem véletlenül a Madarak és Fák napjához közeli időpontban került megnyitásra. Azt lehet látni, szerintem itt körülöttem is, hogy rengeteg a gyerek. Tényleg a gólya a magyar néplélekhez nagyon közel áll. A gondoskodás szimbolizálja a gyermekek, a szülők iránt, és szerintem mindenkinek van egy kedves története a gólyával kapcsolatban. Ugye sok turisztikai fejlesztés van még most is folyamatban Tokaj-hegy alján, és nem sokára most már pont a Bodrogkeresztúr Tokaj közötti szakasz is elkészül, most a kerékpár útra gondolok, és utána az egész Kopaszhegyet például körbe lehet majd biztonságosan tekerni, és azt gondolom, hogy ilyen attrakciókra mindenféle szempontból szükség van, hogyha érkeznek vendégek, turisták, de egyébként a helyieknek is szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódási lehetőség. A másik fontos dolog, hogy itt vagyunk a Bodrog partján. Szerintem a település és a térség egyébként már élen jár abban, hogy hogyan kell tényleg példát mutatni, hogy a természetet megóvjuk. Ilyen a PET-kupa, de például azon kívül is voltam már a zöld körrel is ilyen szemétszedő akción, vettünk részt közösen, és azt látom, hogy ha külföldiek ide érkeznek és ilyenben részt vesznek, ilyen programban, akkor azt mondják, hogy úristen, oké, ilyet még nem láttak, és megpróbálják ezeket a tapasztalatokat hazavinni. Úgyhogy szerintem a legfontosabb a közösség, és az, hogy a természetet minél közelebb vigyük az itt élőkhöz, meg azokhoz, akik ide érkeznek. A településen a folyamatosan megvalósult beruházások egyre fejlődő képessé, modernebbé teszik Bodrogkeresztúrt. A település vezetője igyekszik a településen élőknek könnyíteni az életükön, és folyamatosan segítséget nyújt számukra. A szociális ház létrejöttével egy olyan rétegnek is próbál segítséget nyújtani Bodrogkeresztúr, amely példaértékű. A Gólyavédelmi Központ létrejöttével lehetőségük van az emberekhez közelebb hozni az élővilágunkat, az élőlényeket és a természetet, amelyet meg kell becsülnünk. A Sziget Alapítvány szervezése által megrendezték a Kis Attila emléktúrát május 13-án, amely alkalmával Szerencsről indultak, és Medgyarszóra érkeztek a résztvevők. Az alapítvány céljai között szerepel a természeti, a történelmi értékek megőrzése. A
Szerencsi Rákóczi vár előtt Nyíri Tibor szeretettel köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy a túra nem csak az emlékezés szolgálja, hanem ezáltal igyekeznek közelebb hozniuk önmagukhoz a természetet is. Gondolatait folytatva hangsúlyozta, hogy a Szerencsi Sziget Alapítvány 20 éve szervezi meg ezt a túrát a néhai Kis Attila gimnáziumi igazgató helyettes emlékére. A program során közel 20 kilométert teljesítenek a résztvevők. A városvezetője ismertette, hogy az alapítvány céljai között szerepel, hogy változtassanak a világon, az idő során kiderült, hogy csak önmagukon tudnak változtatni, és látásmódjukon. A polgármester úgy véli, meg kell őrizni a természeti, a történelmi, az épített értékeket, mert ezeket igenis meg lehet őrizni, ha van, aki tesz érte. Ők ezen vannak, hogy megőrizzék ezeket az értékeket, hangsúlyozta Nyíri Tibor. A köszöntőt követően elkezdődött a túra, amelyre közel 30-an vágtak bele. Kis Attila barátom, akivel együtt nőttem föl, együtt voltunk gyerekek, iskolatársak, általánosban, gimnáziumban, főiskolán, egyetemen, egy munkahelyen dolgoztunk. Sajnos váratlanul 41 néhány éves korában elszólította a halál, és az ő emlékére 20. éve rendezzük meg a Kis Attila emléktúrát. Szerencsi várból indulunk, és a Megyaszói Református temetőben az ő sírjánál végezzük. Ez közel 20 kilométer, 20-szor végig jártuk. Előtte családokkal, gyerekekkel, négy család, a Madarak és a Fák napja, ilyen májusi időszak volt, emlékszem rá, gyerekekkel ugyanígy végig jártuk, és ennek a kettőnek az emlékére kettős a cél. Emlékezünk Attilára, ilyenkor a család is el szokott jönni, most is itt van az özvegye és a testvére. Tudunk beszélgetni, ami az emberek életéből lassan elfogy, hiszen csak a telefon marad, és itt azért a 20 kilométer alatt sokat lehet beszélgetni. Szerencstől Monokig a Kossuth turista úton haladunk, az körülbelül 9 kilométer, és a Kossuth turista úttól Megyaszó felé a Nagyrépás Csákon keresztül érkezünk a faluba, ami másik 9-10 kilométer. Ilyenkor a legszebb tavasszal a természet. Hátam mögött van a Szerencsi dombság. Ezt egy Hoffer András nevezetű debreceni geológus a 19. században kiválóan megkutatta és leírta. Ő nevezte Szerencsi szigetnek. És körülbelül 30 évvel ezelőtt mi magunk is egy alapítványt hoztunk létre, hogy a tájon elhelyezkedő természeti értékeket, épített értékeket, honismeretet, többek között a Szerencsi Hírekbe közel 5 évig írtunk két oldalt honismeri témájú cikkeket, Angyal Béla bácsitól, Németh Pali bácsin keresztül, Csőri Pista bácsi, aki szintén a Megyaszónak a református lelkésze volt több mint 40 éven keresztül, tehát kiváló tollú írók voltak, akik szerették és foglalkoztak a honismerettel, természetvédelemmel, természetismerettel, mi magunk is ezek voltak, és annak idején hoztuk létre ezt az alapítványt, amelyik tulajdonképpen támogatja ezt a túrát is, és örülünk neki, hogy velünk jönnek. Természetesen közben is ki lehet szállni, buszok követnek bennünket, tehát aki a 19-20 kilométerre nem tudja vállalni, az már 8-nál kiszállhat Monoknál, vagy esetleg hamarabb, ha jelzi. És szeretnénk a jövőben is ezt megrendezni, hogy ilyenkor ismerkedjünk a természeti értékekkel. Egyre kevesebb a természeti érték, de rá lehet csodálkozni a túraút folyamán a táj szépségére, és a növényekre, állatokra, ami borítja ezt a táját, amit mi nagyon szeretünk. Mondhatom azt, hogy kevésbé van egy 40-50-60-80 fő, akiből tudunk merítkezni, abból nekivágtunk most szűk 30-an megint a túrának, tehát körülbelül ennyi szokott lenni a résztvevő. Nem igazán, bár volt az SZVS-ének is természetjáró szakosztálya, kár érte, mert hál' Istennek van némi továbbélés, tehát a Nordic Walking például, ők is egy külön elkülönülő csoport, de nem is lehet ezt erőltetni, akinek kedve van hozzá,
azt szívesen látjuk a jövőben is, és hát gyakorlatilag egy jó hónappal ezelőtt áprilisban találkoztunk, azt hiszem, a Kossuth emléktúrán. Egy évben 4-5-öt megszervezünk. A Kis Attila túráról annyit, hogy ősszel tervezzük, hogy meghívunk mindenkit, aki legalább egyszer részt vett a túrán, hogy a képek vetítésével és az élmények felelevenítésével közösen emlékezzünk a célokra, meg emlékezzünk a túrára, és ezt tervezzük, hogy ezt az ószfolyamán megcsináljuk, és ezúton is hívok mindenkit, és megvan a címlista, mikor ki vett részt, és azokat fogjuk hívni, hogy együtt emlékezzünk, és tervezzük a jövőt is. Hál' Istennek vannak fiatalok is, és remény van rá, hogyha az idősebbek, mint én is, kikopik, és nem tudja végigjárni, vagy nem tudja megszervezni, akkor talán folytatják ezt az emléktúrát. De hát legyünk rá büszkék, hogy Szerencsnek van egy Kossuth túrája, amelyet szintén annak idején a Megyei Természetbarát Szövetséggel, Kossuth évforduló volt, talán 94-ben volt, Klaus Zoli nevét kell megemlíteném, aki gimnáziumi kollégám volt. Ő volt a túra szakosztálynak a vezetője, még bírta és akarta csinálni, és talán akkor sokat kezdeményeztük, hogy legyen felfestve ez az út, ami Monoktól aztán eltér, Tája, Erdőbénye, Olaszliszka, és aztán onnan el lehet jutni Sárospatakra. Kevésbé látom ezen is a turistákat, de hát tudjunk róla, hogy Szerencsén azért felfestett, jelzett turistaút van. Mi Monoknál elválunk, és Torony iránt érkezünk Meggyaszóra. A kihívás végén Meggyaszón a temetőben lerótták egyenletüket a néhai Kis Attila sírjánál. Mészáros István, református esperes felidézte, Kis Attila 40-es éveinek közepén távozott el közülünk, de amikor találkoztunk, akkor én mindig azt fogalmaztam meg magamba, hogy egy nemzeti és értékkonzervatív bölcsemberrel beszélgettem. Azt gondolom, hogy ebben a meghatározásban benne volt Attilának a személyisége, és mi, akik itt vagyunk 20 év után is, köszönjük meg az Úristennek, hogy együtt lehettünk, idézte fel Mészáros István. Hajdú Istvánné Meggyaszó polgármestere beszédében kiemelte, büszkeséggel és nagy szeretettel tölt el, hogy Attila emlékét az emberek, a barátai, a kollégái nem feledik. Arra kell, hogy törekedjen az ember, hogy maradandót alkosson, amíg él, és úgy gondolom, hogy Attila ebbe a szűkre szabott földi életében maradandót alkotott, tette hozzá Hajdú Istvánné. A polgármester az esemény zárásaként elmondta, Kis Attila egykori gimnáziumi igazgatóhelyettes urat, barátomat nagyon sokan szerettük, az emlékezések örökre megtartják szívünkben. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Ródból 2023. május 8 és 14-e között Magyarország egész területén a nehéz gépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végezték. A Szerencsi Rendőrkapitányság ellenőrzései során előfordultak olyan esetek, amikor pénzbírságot szabtak ki a gépjármű vezetővel szemben. A Roadpol Truck & Bus európai szintű ellenőrzés keretében a rendőrök elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálták. A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítottak a sofőrök ittasságának az ellenőrzésére is. Ellenőrzései során előfordultak olyan esetek is, amikor pénzbírságot szabtak ki az ellenőrzött gépjármű vezető szemben. A Szerencsi Rendőrkapitányság a Roadpol alkalmával úgy tapasztalja, hogy a hivatásos sofőrök szabálykövetőek, és néhány esetet leszámítva nem gyakori az irányukban indított eljárások. 2023. májusában a Roadpol ellenőrzések sorozatában a teherforgalom, illetve a személyszállítás ellenőrzése következik. Ennek megfelelően megyénkben, ugyanúgy, mint az Európai Unió számos tagállamában a teherszállítást, a személyszállítást, illetve a teherfuvarozáshoz kapcsolódó iratok, valamint műszaki feltételek meglétét ellenőrizzük. Alapvetően az ellenőrzéseinket úgy választottuk ki, hogy azokon a helyeken ellenőrizzük a forgalmat, ahol jelentősebb számban várható a teherforgalom megjelenése. Ennek a Szerencsi Rendőrkapitányság területén a fő szintere a kétszámjegyű főutak, a 37-es, a 38-as és a 39-es számú főút, illetve ezeken az utakon várható nagyobb számban az autóbuszok megjelenése is, ezért az autóbusz ellenőrzést vegyítve a tehergépjármű ellenőrzéssel folyamatosan ezeken az utakon végezzük.
Az alapvetően ellenőrizzük az ittasságot, a passzív biztonsági eszközök használatát, a járművek műszaki állapotát, illetve a pihenőidők betartását úgy szintén. Hála Istennek itt az évek során, talán az ellenőrzések hatására is eljutottunk oda, hogy a hivatásszerűen forgalommal résztvevők, így a teherszállítást, illetve a személyszállítást végzők egyre inkább odafigyelnek a járművek műszaki állapotára, igyekeznek betartani az ide vonatkozó szabályokat, és a baleseti okozók között is viszonylag kis számban jelennek meg. Alapvetően a szerencsirendőr kapitányság területén a legtöbb balesetet még mindig a személygépkocsi vezetők okozzák. Gyorshajtás kapcsán akár a sebességmérővel bemért gyorshajtásról beszélünk, akár a tahográf alapján megállapított sebességekről, azért van arra példa nagyobb számban, hogy el kell, hogy járjunk, főként a teherautósofőrökkel szemben. Gyakorlatilag, hogyha szabálytalanságot találunk, akkor itt a helyszínen, az esetek nagy többségében itt a helyszínen helyszínbírságot vagy közigazgatási bírságot szabunk ki. Hogyha olyan jellegű hiányosságot találunk, ami súlyosabb szankciót von maga után, akkor jegyzőkönyvet veszünk föl, és közigazgatási eljárás során fogjuk tisztázni azt, hogy kinek a felelőssége az adott szabályszegés elkövetése, mert ugye ezeknél a szabályszegéseknél azt tudni kell, főként a teherszállítás vonatkozásában, hogy nem csak a gépjármű vezetője szankcionálható, hanem a gépjármű tulajdonosa, illetve a rakodást végző személy is, attól függően, hogy milyen szabályszegéssel találkoztunk. A hivatásos sofőrök a forgalomban betöltött szerepüknek megfelelő arányban okoznak balesetet. A térségünkben a legtöbb balesetet a személygépjárművezetők okozzák. A szerencsirendőr kapitányság kéri a forgalomban közlekedőket, hogy alkoholfogyasztás után soha ne üljenek a volán mögé és vigyázzanak egymásra. március 2. Szerencsen a polgármesteri hivatal tanácskozó termében Bekecs és Legyesbénye községek képviselőivel együtt tartották az új sportegyesület alakuló közgyűlését, amikor a jelenlévők döntöttek, többek között az egyesület hivatalos nevéről, Szerencsváros Sportegyesülete és színéről, a piroskékről. A birkózó szakosztály 23 éve működik az SZVSE szervezésében. A birkózás a város életében hosszú múltra tekint vissza, hiszen 1950-ben Nagy István diósgyőri birkózó lerakta az alapokat, és halála után a tanulói vitték tovább az oktatást. Először Kis Tamás Csaba, majd több mint 10 évig Haraszti Attila vezetése alatt működött a közösség. Egy nagyobb kihagyás után Illési László a 2000-es években újjászervezte a szakosztály munkáját, ami SZVSE keretein belül folytatódott. Az évek folyamán több generáció is elsajátíthatta a birkózás rejtelmeit, voltak olyan időszakok, amikor több mint 50 diák jelentkezett és járt edzésre. Jelenleg kis létszámmal működik a szakosztály, de így sikeres és eredményes. A szerencsén elég hosszú időre tekint vissza a birkózó sportág. Gyakorlatilag 50-es évek elejétől datálódik a szerencsi birkózó sport. Annak idején még ugye a munkássportegyesületbe, az idősebbek még emlékeznek rá, a Kinizsi pályán, valamikor egy futballpályán volt egy edzőtermünk, és az, hogy szépen lassan idő múlásával fejlődött a lehetőségünk. A jelenlegi szakosztály az 2000-ben alakult meg a vezetésemmel, akkor 7 gyerekkel, abban 2 a fiam volt, több utcabeli gyerekek voltak, és gyakorlatilag az akkori Dózsgyőri vezetőedző Görcsös József segítségével sikerült a szakosztályt újraéleszteni. Közben 2004-ben elvégeztem az edzői képesítést, úgyhogy gyakorlatilag szakképesített edzőként folytattam a munkát. Jelenleg a szakosztályunkban 8-9 gyerek, aki aktívan részt vesz, voltunk mi többen is. A 2000-es évek derekán, nem is inkább így mondanám, hogy olyan 15 környékén volt, mikor 50-60 gyerek látogatta az edzést. 3 időpontban kellett edzést szervezni, akkor a létszámmal működött a szakosztályunk. Jelenleg ugye ez a létszám található, az 5 évestől a 13 éves korosztályig vannak jelen. Érdekes dolog ez, mert 20 éven keresztül a Rákóczi iskolába végeztem az edzést, ott kezdtük, gyakorlatilag 20. évünket is ott töltöttük, aztán
gyakorlatilag a ottani lehetőségeim megszűntek, a Covid is közbeszólt, és gyakorlatilag most már 2 éve a gimnáziumban tartjuk az edzést. Nem egyszerű történet ez, hogy hogyan lehet egy ilyen küzdősportot, egy kontaktsportot fenntartani, főleg a Covid utáni időszakot figyelembe véve, ugye akkor majd egy évig nem tudtuk edzést tartani. A gyerekeknek köszönhető, hogy kitartottak a szőnyeg mellett és újra elkezdték a munkát. Én soha nem toboroztam gyereket. Nagyon érdekes ez, hogy egy alkalommal toboroztunk, a Rákóczi iskolában 3 osztályt, közel 100 gyereket szólítottam meg. A 100 gyerekből másnap le is jött 25 gyerek az edzésre, a 25 gyerekből egy versenyző maradt. Tehát igazából én nem hiszek a toborozásba, persze a lelkesedés nagy, aztán lejönnek a gyerekek és meglátják 1-2 hét múlva, hogy ez egy munkássportág. Nem bántva a labdajátékokat, mert ez nagyon fontos csapatsportok. De itt azért, mikor az ember felkemegy a szőnyegre és szembe az ellenfelével, akkor nincs kire mutogatni. Vagy tudok, vagy nem tudok, vagy dolgoztam és lesz eredményem, vagy nem sikerül, és akkor utána csak magamba kereshetem a hibát, illetve a felkészülésem, hogy miért nem sikerült. Tehát nincsenek csapattársak, akinek a hátam, hogy elbújhatok, hogy nem én voltam a hibás. Na most, ugye ez nagyon kevés gyerek vállalja fel. Meg kell tanítani az edzőnek, hogy ezt a küzdeni akarást, az önbecsülést, az önismeretet és egyéb más, nagyon komoly emberi tulajdonságokat felvétezzék magukat, amikor a szőnyegre kerülnek. Hogyan tovább? Nem tudom, tovább sem fogom toborozni. Én azt gondolom, hogy a szülőknek nagy a felelőssége abba, hogy a gyerekeken sportolni vigyék. Én elfogult vagyok, mert a legjobb sportágnak a birkozást tartom, a legjobb alapot adja a gyerekeknek a fizikai felkészülésbe az életre. Gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy birkozóból mindenféle sportoló lehet, mindenféle sportolóból meg nem biztos, hogy lesz birkozó. Tehát ez alatt azt értem, hogy a gyerekek kicsikorban, 4-5 éves korban már lejöhetnek a szőnyegre, a koordinációs készségük, a mozgáskultúrájuk rendkívül módon fejlődik, az állóképességük, és gyakorlatilag ezeket az alapokat megszerezve bármely más sportágba mehetnek. Igazából akik megmaradnak, az első nehézségeken átesnek, azok már később is megmaradnak. Ezek a gyerekek is, akik most itt szaladgálnak, már 3-4 éve járnak edzeni. Ez év januárjában 4 versenyző igazolt át Diósgyőrbe. Nyilván más lehetőségek vannak, a szülők is úgy gondolták, hogy van perspektíva benne, és most, hogy beholdják Diósgyőrbe. Tehát nagyobb létszámban dolgoztunk, ők is már több éven keresztül birkoztak itt nálunk. Meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Egy biztos, hogy jelenleg a szövetségi finanszírozás sem arról szól, vagy a támogatás sem arról szól, hogy a vidéki klubok, akár egy ilyen kis klub is, mint Szerencs, hosszú távon fennmaradjon. Ugye és rendkívül eredménycentrikussá vált a birkozó sport is. Ha nincs eredmény, nincs támogatás. Nem egyszerű, mert 108 regnáló szakosztály van az országban, és a dobogóra a versenyzők közül csak 4-en állnak fel. Ha elmegyünk egy országos versenyre, ahol 40-50 szakosztály versenyző képviselteti magát, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mindenki a dobogóra kerüljön. Na most, hogyha a szövetség nem látja, hogy nem vagyunk a dobogón, akkor támogatás sincs. A mai gazdasági helyzetben nem egyszerű dolog. Például a múlt héten, a legutóbbi hétvégén oda voltunk az egyetlen lányversenyzőmmel országos bajnokságon, Zalaegerszegen. Nagyon könnyű kiszámolni, hogy a zalaegerszegi turné mibe kerül. Szállás, étkezés, nevezési díj, úti költség és egyébek sorolhatnám. Jelenleg nincs gondom az anyagi forrásom, az önkormányzat támogat minket. Gyakorlatilag 2013-ig az önkormányzati támogatásokból és egyéb támogatásokból tudtunk fennmaradni. 13-tól kezdte az Országos Szövetség támogatni a szakosztályokat, minket is többek között. Ez jól is működött ez idáig, hogy most az új támogatási elbírálási rendszerben hogyan tovább, még azt nem tudom. Én azt szoktam tanácsolni a szülőre, amikor már nem bírnak otthon a kisgyerekkel, főleg, hogyha van teste és szeret idézőbe verekedni a másikkal, akkor hozzák le. Ha a kisgyerek 4 éves, és nem zavarja az edzést, úgy értem, hogy nem szaladgál be a szőnyeg, hanem már megpróbál beállni a ritmusba, akkor már jöhet. Általában azért az 5. életéhoz, amikor a gyerekek megjelennek a szőnyegen, és ez, hogy is fejezzem ki magam, tehát kellően korai időszak, a később időben már lemaradások lesznek. Tehát ez a sportág is annyira felgyorsult, hogy minél hamarabb be kell jönni a szőnyeg. Nyilván nem birkoznak még, hanem mindenféle utánzó, mászó, kúszó gyakorlatokat és játékokat tanulnak a gyerekek, amik majd szépen fokozatosan átvezetik őket a versenysportba. Tehát minél hamarabb le kell jönni, és hogy meddig?
Én azt szoktam mondani, hogy 16-17 éves korig ebben a szakosztályban tudnak a gyerekek birkózni, utána jön az érettségi, más életcélok kerülnek előtérbe, és gyakorlatilag akkor már nem ez a fontos. Tehát 16 éves korokig nyugodtan itt lehetnek a szőnyegen. Egy edzőnek tisztában kell lenni a lehetőségeivel és a képességeivel. Az én lehetőségem az, hogy heti két edzést tartsak a gyerekeknek heti alkalmanként egy-másfél órában. Na most, ha nagyon szigorúan akarom venni, akkor szakmailag ez igazából még szinten tartáshoz sem elég. Ez arra jó, hogy egy jó közösség kialakuljon, és igazából a sportággal megismerkedjen. Hogy milyen korlátaim vannak, én tisztában vagyok azzal, hogy ezzel az adottságokkal, amikkel mi most rendelkezünk, az én képesítésem is nem teszi azt lehetővé, hogy olimpikonokat neveljük. Nem is ez a cél. A mi célunk és az én személyes célom is az, hogy a gyereket a sporthoz szoktassam, a rendszerességhez szoktassam, egészséges felnőtt legyen, megismerje a másikat az úton, találkozik vele később, jó állóképességet szerezzen, jó emberi tulajdonságokkal ruházza fel magát. Hogy egyébként a versenyrendszer, hogy hova tud eljutni. Az elmúlt 23 év alatt számtalan diákolimpiai és országos, tehát országos bajnoki második, harmadik helyezést tudtunk elérni. Ez azért érdekes, mert nekünk, mikor felállunk a szőnyegre, olyan budapesti és egyéb más nagy klubokkal kell felvenni a versenyt a szőnyegen, ahol heti 5 edzés van, főállású edzők van a korosztályonként, és nem egy ellenféle tud otthon edzeni a gyerek, hanem akár 6-7-8 ellenfele is van, klubtársa, akivel fel tud készülni. És egy ilyen felkészülési háttér, a mi gyerekeink meg tudnak venni mondjuk egy budapesti vasasnak, vagy egy ferencvárosnak, vagy egy honvédnak a versenyzőjét, akkor egyenkívül jó dolog. Főleg, ha még a dobogóra fel is tud állni, akkor aztán nagyon nagy büszkeség történik az ember. Igen, tehát van rá példa, vannak versenyzőink, akik ezeket a címeket elérték. Tehát el lehet jutni, diák egyes, serdülős, akár még kadett korosztályban is, hogyha megfelelő felkészüléssel megy a gyerek, hogy országos dobogói szinte jusson. Vannak klubok, ahol, főleg ugye budapesti klubokról beszélek, ahol visszatérve, hogy főállású edzők vannak és ezzel foglalkoznak, és némi kényszer van rajtuk, hogy toborozzon a gyereket és hozzanak be, hogy megtalálják a módját. Egyébként elég nagy a lemorzsolódás országos szinten, és ez azért van, mert óriási a sportág választási lehetőség. Rengeteg új sportág van. Nem beszélve a futballról, ami az meglehetősen nagy média hangsúly kap az országos műsorszórásba, és gyakorlatilag azt látjuk, a magyar válogatottak, futballválogatottól beszélünk, hogy jól szerepek, a tömegében mennek a gyerekek ugye futballistának. Most a birkozókra ez nem jellemző. Bár hozzáteszem, hogy nemzetközi szinten a magyar válogatott birkozók azért komoly eredményeket értek el. A mostani zágrábi Európa-bajnokságon is lehet aranyérmes versenyzőnk, sőt a lányon rá lehet bronzérmes, ezüstérmes versenyző is. Ezek az eredmények azért bevonzzák a gyerekeket a szakosztályokba, de nem egyszerű. Rendkívül nagyfokú alázat is kellett a sportákhoz. Azért elviselni azt a sok kudarcot, azt a sok edzésmunkát, amit ebbe bele kell tenni. Tehát, mint mondtam, rendkívül munkás. Tehát számtalan szóval kell végezni egy fogást, hogy az készségszinten működjön. Számtalan gyakorlatot, súlyzós edzéseket, futásokat, mindenféle dolgot végezni, amikor már az emberek nincsen kedve. Ugye, ahogy szoktam mondani, nem én találtam ki, hogy mi különbözteti meg az amatőrt a profitól. Ugye az amatőr akkor se csinálja meg, mikor kell. A profi akkor is megcsinálja, mikor nem kell című dolgot. Tehát nekik profinak így kell beleállni. Igen, alázat, azt gondolom az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amikkel kitartás. Ez a kettő. Az SZVS-e keretein belül működő birkózás nem tudja felvenni a versenyt a nagyobb klubokkal, de a céljuk az utánpótlás nevelése és a versenyre való eljutás biztosítása. A szakosztály várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szeretik ezt a sportágat, vagy szeretnék állóképességüket és erőnlétüket növelni. A gyermekek folyamatosan járnak versenyekre, és ott mérik össze tudásukat országos szinten. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn a több órás napsütés mellett erőteljes gomolyag felhőképződés valószínű, és elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. Szélerősödés csak zivatar környékén lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Másnapra a több órás napsütés mellett erőteljes gomolyag felhőképződés valószínű, és akár több helyen is lehet zápor, zivatar.
km. A várhatóan keleti eszél megélénkül, olykor megerősödik. A hajnali 10-16 fokról 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán közepesen felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, és akár több helyen is előfordulhat zápor-zivatar. Az északi eszél főként zivatarok környékén erősödhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint látták. Új adással legközelebb, június 4-én jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet, 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon, a globatv.hu-n a hét minden napján olvashatják kis híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!